Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Nem kell elmondani, csak úgy magadban. Mi a véleményed ebben a kapcsolatban, amifelé halad a világunk? Jó a véleményed? Nem jó? Ki látja úgy, hogy nem egészen jó felé halad a világ? Oké. És az emberek mit tesznek azért, hogy egy jobb irányba haladjon a világ, szerinted? Semmit? Van egy mondás, hogy ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És most ez van. Mit kellene tenniük a jó embereknek? Vagy ugye azt gondolja most valaki, hát a jó emberek tesznek. Mit? Mit tesznek? Dolgoznak a túlélésükért, dolgoznak a biztonságukért, amelyik a túlélést már elérte, a biztonságért dolgozik, és azon kívül mit tesznek? Tehát az emberek azt gondolják, hogy azzal, hogy esznek, isznak, gyereket nevelnek, elmennek nyaralni, vásárolnak ezt, azt, amazt, azzal tesznek valamit egy jobb világért. Mert nem ezt csinálja a legtöbb ember. Tehát azt gondolja, hogy nem kell tenni egy jobb világért. Tehát ha kicsit valaki jártas a történelemben, akkor láthatja, hogy amikor az emberek nem tettek semmit egy jobb világért, akkor mindig egy rosszabb világ jött. És a rossz szépen eluralkodott odáig, hogy vagy az a birodalom tűnt el a földszínéről, vagy az egész emberiség. Hát ugye több emberiség volt már ezen a bolygón, mi vagyunk a hetedik, nem tettek semmit azért, hogy jobb legyen, egy jobb világ legyen, és eltűntek azok az emberiségek. A mostani emberiség sem tesz semmit azért, hogy jobb világ legyen, aztán haladunk az eltűnés felé. Vagy tegyünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. De mit lehet tenni azért, hogy jobb világ legyen? Azt gondolják a tudósok, hogy azt lehet tenni a jobb világért, hogy feltalálnak valamilyen technikai dolgot, vagy technikai újdonságot, vagy bevezetnek valamilyen technikát, és ez a jobb világunk lesz. Tehát ugye nem gondolja senki komolyan azt, hogyha mondjuk kevesebb széndioxidot bocsájtunk ki, akkor majd egy jobb világunk lesz. Tehát nem az a baj, hogy sok széndioxidot bocsájtunk ki. Nem ez a baj. Az a baj, hogy a bolygón általános elhűlés van. Szó szerint. Tehát az a baj, hogy az emberek egyre tudatlanabbak és tudatlanabbak és tudatlanabbak, és ennek köszönhetően megyünk a saját, hogy is, szakadékunk felé. Tehát az emberiség a saját szakadéka, maga által kiásott szakadék. De hát lehet, hogy nem is azt a sírja, a saját maga által kiásott sírja felé halad. Szó szerint. Tehát az emberiség ássa a saját sírját. Tehát hol látsz már olyanokat, hogy bölcsöregek? Hol? Hol látsz ilyeneket? Bölcs emberek, hol látsz ilyeneket? Tehát lehet, hogy van egy-kettő, mit tudom én, olvasol tőle egy könyvet, és akkor azt mondod, hogy hát egy bölcs ember írta azt a könyvet. De régen
a bölcsem emberek azok a családokban megtalálhatók voltak. Érted? Nem a könyvírók voltak a bölcs emberek, hanem a családokban meg lehetett találni a bölcs embereket. És hol vannak most? Általános elhűlés van. Nyilván tisztelet a kivételnek. Sokan azt gondolják magukról, hogy ők nem hűlnek el. Jó, akkor megkérdezném, hogy van 10 életterület. Hoppá, nem ezt a gombot nyomom, hanem ezt kell nyomni. Hát van 10 életterület. Mind a 10 életterületed jól működsz? Hány olyan ismerőst ismertek, akik mind a 10 életterületen jól működnek? Visszamegyünk akár az én gyerekkoromba, én azt láttam, hogy ezeken az életterületeken az emberek jól működtek. Tehát akkor van elhűlés, vagy nincs elhűlés? Aki azt gondolja, hogy nincs elhűlés, már annyira hülye, hogy már nem látja az elhűlést. Erre azt tudom mondani. Tehát mondom még egyszer. Amikor én fiatal voltam, de gyerek voltam, akkor azt láttam, hogy ezeken a területeken mindenki boldogult. Érted? Most szinte minden területük az embereknek romokba hevernek. Alig van olyan terület ebből a 10-ből, ami jól működik az embereknél. Van elhűlés, vagy nincs elhűlés? Nem kellene tenni valamit azért, hogy az ember ne hűljön el? Okosodni kellene, nem? Azt úgy hívják, hogy tudatosodás. Tudod, miből származik az elhűlés? Abból, hogy van egy elménk. Az elménknek van két fele. Van a tudatos részünk, és van az ösztönös részünk, az érzelmeink. Ez a két elmerész úgy működik, hogy jó hangulatban tudatosak tudunk lenni, rossz hangulatban ösztönösek tudunk lenni. Az ösztönös az azt jelenti, hogy nincs mérlegelés, nincs helyzetfelismerés, olyan cselekvés van, ami teljesen ösztönös. Mint az állat úgy cselekszik. Nem gondolkodik. Tehát amikor az ember nem jó hangulatban van, nem képes arra, hogy eltérő legyen az állattól. Ami azt jelenti, hogy teljesen ösztönösen cselekszik. Tehát a gondolkodás azt jelenti, hogy mérlegelés, felméri a helyzetet, megnézi, hogy neki mi a jobb, és azt teszi. Oké? Nem azt teszi, mint amit a reaktív elméje, tehát a bal agyféltekéje diktál, hogy hát válasszunk ki egyet a múltból, és úgy cselekedj a jelenben, ahogy a múltban cselekedtél. De a jelen az soha nem olyan, mint a múlt. Soha. Ezért nem lehet úgy cselekedni a jelenben, ahogy a múltban. Az állatok cselekednek így, hogy beugrik az elméje, elméjének ugye neki csak egy elméje van, ez az ösztönös rész, és úgy cselekszik, ahogy a múltban cselekedett. Kész, ennyi. Nem gondolkodik, hogy az a jelenben jó, ha én a jelenben úgy cselekszem, ahogy a múltban. Nem, de az emberek se gondolkodnak, mert nincsenek abban a hangulatban. Tehát azért voltak az emberek ezeken az életterületeken sokkal jobb működők, mert sokkal jobb hangulatúak voltak. Tehát egy kicsit rossz hangulatba kerül az ember tartósan, vagy eseti jelleggel, kész már is az egyén, hova jutott? Oda jutott, hogy már is nem tud gondolkodni. Tehát kikapcsol a gondolkodó rész, és marad az ösztönös rész. De az embernek gondolkodni kellene.
nem ösztönösen cselekedni. Tehát az nem helyes cselekvés, hogy te hasonló helyzetben azt csinálod, mint mondjuk a szomszéd. Nem? Vagy mint más emberek. Ez nem helyes cselekvés. Más emberek fölvesznek hitelt, akkor te is fölveszel. Más emberek eladósodnak, akkor te is eladósodsz. Más ember tönkreteszi a családját, akkor te is tönkreteszed a családodat. Ha más ember tönkreteszi az egészségét, akkor te is tönkreteszed. Ennyire hülye vagy? Azért, mert más hülye neked, és hülyének kell lenned. Ezt csinálják az emberek. Nehogy azt mondta, hogy nem ezt csinálják. Azt csinálják, mint a többség. Más beoltatta magát, akkor ő is beoltatja magát. Érted? Ugye S-E-G-G. Annyira hülyék. Oké? Okay. Szóval, gondold végig, hova jut az emberiség egy ilyen fajta működése? Hova? Hova jut? Ki írtódik? Vagy magát írtja ki, vagy mit tudom én, a hatalom írtja ki a lakosságot. Most tök mindegy. Érted? Ki írtódik? Tehát nem kellene valamit tenni azért, hogy ezeken az életterületeken az ember boldogulja? Ismét, mert régen boldogultak. Ahhoz, hogy lehessen boldogulni, tudást kell szerezni. Tehát az ember már egy kicsit is elhűlt, abból a helyzetből nem lehet kikerülni csak úgy. Abból a helyzetből már egy embernek segítségre van szüksége. Milyen segítségre? Közösségi segítségre. Olyan emberektől segítség, akik már ezeken a területeken jobban boldogulnak sokkal, mint az átlag. Érted? Na ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, nézzük, mit kellene tennünk. Jó? Hát itt tartottunk. Tehát van egy bizonytalan világunk, ahol, főleg itt a nyugati társadalomban, az emberek nagyon nagy része olyan messze áll attól, hogy szabadság, mint akkor Jeruzsálemtől. Tehát az emberek nagy része az alkalmazott. Én még nem láttam szabad alkalmazottat. Másik nagy, jóval kisebb rész, de a nagyobb rész a vállalkozói területen kényszervállalkozó. Az sem szabad ember. És egy nagyon kis százalék igazán szabad. Ez ilyen 1-2-3 százalék, attól függ milyen ország. Tehát 100-ból 1-2-3 ember szabad. 100 emberből. Csak érdekes dolog ez a szabadság, mert aki eléri a szabadságot, az az 1-2-3 ember többet keres, mint a 97-98 vagy a 99 százalék. Érted? Na most akkor tudod, miért nem tudsz szabad lenni? Mert nincs olyan tevékenységed, ami által szabad lehetnél. És jelenleg, bocs, hogy ezt kell mondanom, még eszed sincs hozzá, hogy szabad legyél. De tényleg ezt kell mondanom. Mert ha lenne eszed hozzá, hogy szabad legyél, akkor már szabad lennél. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy talán
gyűjteni kellene annyi tudást, nem? Hogy az ember megtehesse, hogy szabad legyen. Vagy rosszul látom? Tehát én tudom, hogy embereknek nem tetszik, hogy én így beszélek, mert én tisztában vagyok. De az a helyzet, tudod, hogyha én is a kis lelkecskédet simogatnám, akkor soha nem változnám meg. Tudod? Szóval a lényeg az, hogy kellene elég jövedelmet eredményező, saját stabil üzlet. És mondok példát, jó? Én soha nem akartam alkalmazott lenni. Tudom miért? Mert gyerekkoromban már a szüleim elkezdtek vállalkozni. Jó, ez serdülőkor volt, de hát az is a gyerekkor része. És onnantól tudod, mit láttam? Sokkal jobban éltek, mint előtte. Minden tekintetben. Tehát létrehoztak egy vállalkozást, ami közös vállalkozás volt, a szüleim közös vállalkozása. Tehát nem az volt utána, hogy mit tudom, az egyik az itt dolgozott, a másik meg vállalkozott, mármint itt-ott dolgozott, mondjuk egy munkahelyen, érted? Mert rengeteg olyan vállalkozás van, ami, mert az egyik dolgozik, a másik meg nem dolgozik benne a vállalkozásban. Na ők mind a ketten elkezdték a közös vállalkozást, és onnantól kezdve itt vannak ezek az életterületek, megint visszamegyek. Ez ebből jó része elkezdett jobban működni. Érted? Persze, ami jól működött, az nem. De ami kevésbé jól működött, az elkezdett jobban működni. Tehát ami azt jelenti, hogy a párkapcsolatuk megjavult, az önértékelésük, önbecsülésük, önbizalmuk megjavult. Akkor velem jobban bántak. A munkájukkal jobban bántak, a pénzzel jobban bántak. Oké, tehát ezeket a területeket megjavították. A többiekkel körülbelül ugyanaz. És akkor én azt láttam, tehát jó, hogy nem kisgyerektől, hanem nagygyerektől, hogy gyakorlatilag jobb lett az élet. Már olyat is megtehettek, amit előtte nem. Elmehettek minden évben akár többször nyaralni, előtte nem. Előtte, mit tudom én, 13 év alatt voltunk egyszer vagy kétszer, érted? És onnantól kezdve évente egyszer-kétszer el tudtak menni, ha nem többször. Tehát jobb lett az életük. És akkor én azt mondtam, a franc akar alkalmazott lenni. Ezért választottam egy olyan szakmát, amiben majd vállalkozó leszek. De ezt le is tettem a mestervizsgát, aztán rájöttem, hogy már akkor a 80-as években milliókba kerültek volna, vagy került volna maga az a szakmának a működtetése. Azt akkor ezt feladtam, de persze ahhoz, hogy a szakmát gyakoroljam, alkalmazottnak kellett lenni. Autószerelő egyébként. És utána feladtam az autószerelést is, mert alkalmazottként meg nem túl jó jövedelmező volt. Pedig egy divat szakma volt akkor. És ugye elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amivel több jövedelmem lehet. Igaz, hogy nem szerettem csinálni, de több jövedelmem volt. Tehát kényelmetlen tevékenység volt. Egész nap állni kellett, azt meg én utáltam. És ez azt jelenti, hogy elkezdtem olyan tevékenységet csinálni, amivel több a jövedelem. Majd apu mondta, hogy mit szólnék hozzá, hogy mondjuk üzletkötő lennék. Üzletkötő is lettem másodtevékenységben. Akkor már dupla jövedelmünk lett. És akkor onnantól kezdve már átlag felett kerestünk.
ez a 80-as évek vége. Utána jött egy másik üzleti lehetőség, amiből azt láttam, hogy én szabad lehetek. Meg a feleségem is. Oké, tehát szabadok lehetünk. Nem sok szabad üzlet van a világban. Az átlag ember számára meg gyakorlatilag egyfajta szabad üzlet van. Oké? És én ezt az egyfajta szabad üzletet meg is ragadtam. Na és nekem azóta 91-től van saját szervezési csapatom, folyamatosan. És azóta is azt vallom, hogy egy átlag ember számára nincs más szabadságot nyújtó lehetőség, mint az ilyen típusú üzlet. Bár ugye ebben vannak többféle variációk ezen az üzleten belül, ugye, mert egyfajta üzletben ugye sokféle variáció van, például az autószerelő is szerelhet mindenféle autót, vagy szerelhet tudom, ilyet, olyat, amolyat, különböző, tehát egy-egy típust. Tehát ezért minden szakmában vannak variációk, ebben a szakmában is vannak variációk. Nézzük, hogy miről is van szó, jó? Hoppá. Vissza. Tehát mi rendszeresen egyedülálló képzéseket tartunk azért, hogy fejlődhessenek az emberek. Jó? Tehát nekem elegem volt abból, hogy az emberek nem tesznek semmit azért, hogy egy jobb világ legyen. Én úgy gondolom, hogy ezt a kezembe vettem 2010-ben ezt a kérdést. Oké? 13 éve. Égi segítséggel természetesen, hogy tudatosodjanak az emberek. Elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Tehát én 87-ben kezdtem el az emberekkel való foglalkozást, ugye üzletkötői területen, 91-től kezdtem el a csapatépítést, 93-tól tanítok, vezetek embereket, azóta van saját tulajdonú cégem, előtte egyéni vállalkozásom volt. Azóta 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, és mindent az ilyenfajta tevékenységnek köszönhetek. Majd mindjárt lesz róla szó, hogy milyen fajta, jó? Hozzá segítjük a tanuló partnerinket a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz és az elég pénzhez. Tehát, hogy boldog életet élhessenek. Tehát ezek a boldogság feltételei: a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság és az elég pénz. A tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy nem csak tanulhatnak, hanem ajánlhatják a Nyílt Akadémiánál tanulást. A Nyílt Akadémia az a mi szervezetünk, a Hullo Trade a kiinduló pont, ZRT, és a Hullo Trade hozta létre a PPH-t, Problem Prevention Holding, amit megjelent az elején, hogyha nézitek, ott van. Jó? A holding azt jelenti, hogy cégek, vállalkozások és magánszemélyek közössége. És a tanulók tehát élhetnek egy kiváló és egyedülálló a PPH láncépítő üzletével, tehát mindenkinek saját PPH láncépítő üzlete lehet, és ennek révén szabaddá válhatsz. A láncépítés azt jelenti, hogy szervezed a tanulókat, nem csak te, hanem az előbb csatlakozott emberek, tehát akik te előtted időrendi sorrendben előbb csatlakoztak, azok is szervezik az embereket, és
ilyen láncszerűen, mint a láncszemek, csatlakoznak időrendben az emberek egymás alá. Oké? És az azt jelenti, hogy amikor te bekerülsz a rendszerbe, onnantól kezdve, ugye azon túlmenően, hogy te hozol vagy nem hozol tanulókat, az előtted időrendben tanulókká vált emberek, akik hoznak tanulókat, a te láncodat is építik, hiszen a lánc az mindig a végéről van újabb szembetéve, nem tudom világos-e. Az azt jelenti, hogy ezáltal, hogyha te mondjuk most csatlakozol, és mondjuk egy hónap múlva ránézel a láncodra, a csoportodra, akkor azt látod, hogy hány ember van már a csoportodban. Oké? És ez azt jelenti, hogy kihasználhatnád annak a lehetőségét, hogy te is szervezz. Mert nyilvánvaló, úgy van kialakítva a rendszer, hogy addig, ameddig te nem szervezel és nem érsz el eredményeket, addig a láncodból, ami ott van alattad, abból te nem részesedhetsz. De részesednek azok, akik szerveznek abban a csoportban. Tehát a lánc a csoport, jó? Tehát mondom, a láncot úgy képzeld el, mint egy valóságos lánc. A láncszemek az emberek, és időrendi sorrendben csatlakoznak, és mindig a lánc utolsó személyhez csatlakoznak az emberek. Világos az? Jó, és ez azt jelenti, hogy van, aki ebben él, hogy már ki van alakítva neki egy csoportja is, részesedhet, hogyha ő is szervez, van, aki nem él, akik nem élnek, azok meg így jártak, nem lesznek szabadok. Ennyi. Oké? Ugyanis ez úgy működik, gondold végig, mit jelent a szabadság? A szabadság azt jelenti, hogy akkor is van jövedelmed, ha te nem dolgozol. Ezt jelenti a szabadság. Világos ez? És nem azért, mert elmész szabadságra és valaki fizet, nem. Na nézzük meg, hogy hogyan. Ez úgy néz ki, pontosan, hogy minden tanulónak értéke van. Ennek az értéknek pont értéket hívjuk. Pont értéke van. Értéke van. Tehát, de mindjárt látjuk. Jó? De nézzük tovább. Mielőtt a pont értékre rátérnék, hogy tehát az embereknek adunk, tehát a szolgáltatásunk, az a képzéseink, jó? Ez egy szakma, amit adunk, coach szakma. Coach azt jelenti ember és életjobbító. Tehát az ember és életjobbító coach képzésünk által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességet, gyakorlási lehetőségeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak, mint amit már az előbb említettem, szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, azért, hogy a Földön 2035-re eljöjjön egy új korszak. Ezt a korszakot úgy hívják, hogy szeretett korszak, vagyis aranykor. Ezt az emberiségnek kell létrehoznia, Ha nem hozza létre az emberiség ezt az új korszakot, akkor úgy járunk, mint az előző 6 emberiség, eltörölnek minket. Oké? Hogy most hogy, milyen formában, ez most a részletkérdés. Jó? Tehát mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy elét került ez a lehetőség, mivel a bolygón egyedül mi foglalkozunk azzal, hogy legyen szeretett korszak a Földünkön, ezért kaptál egy utolsó esélyt a szellemi, illetve a lelki fejlődésre. Oké? Ha nem érsz vele, akkor nem fogsz bekerülni az aranykorba.
ugyanis az aranykorba azok kerülhetnek be, akik képesek a feltétel nélküli együttműködésre. Oké? Akik nem, azt a fentiek gondoskodnak róla, hogy valamilyen halál nembe elhalálozzanak. Oké? Milyen egyszerű. És ez nem fenyegetés, hanem tudom, hogy így van, vannak különleges képességeim. Például az, hogy információt adnak avval kapcsolatban a fentiek, hogy mi lesz. És eddig minden információt, amit adtak, az bejött. Oké? Mind az összes. Nem kell ezt elhinni, azok, akik régen működnek velem együtt, azok tudják, vannak olyan emberek, akik több mint 25 éve működnek velem együtt, és pontosan tudják, hogy az elmúlt 25 év alatt bármit mondtam, hogy mi lesz, az megtörtént. Oké? Jó? De te lehet, hogy neked akkora egód van, hogy ilyet képtelen vagy befogadni. Jó? Hát ennyi. Pedig ez tény. És akkor nézzük tovább, hogy erről volt szó. 30 órás ember és életjobbító coachképzéseink vannak havonta, amit igénybe lehet venni személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén, vagy rádión, illetve videón, vagy hangfelvételről, továbbá le is töltheted. A coachképzéseink piaci értéke havonta 200.000 forint. Tehát, hogyha ilyen tudást szeretnél kapni, amit a coachképzéseink, tehát a második részben tartunk, hát azt máshol 200.000 forintért kapod meg. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási, és egy 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását. Tehát ami azt jelenti, hogy továbbra is 12.500 forinttal tudod fizetni majd a tandíjadat. Jó? És az azt jelenti, ha egy kis számítást végzel, 30 órával visszaoszt, az első hónap az 660-valahány forint, a második hónaptól pedig 420-valahány forintba kerül a óradíja a képzésednek. Nyilván nem óradíjat szedünk, hanem havidíjat szedünk. A tandíjakat lehet előre fizetni, hónapokra vagy évekre, akár van, aki évekre előre fizette a tandíjat. Van, aki, és valaki viszont havonta fizeti. Mivel tandíj, felnőtt képzés, vállalkozások költségként elszámolhatják. Jó? Sőt, áfát visszaigényelhetik. Jó? Csak úgy mondom. Cégek, vállalkozások, aki, főleg akik áfások, ugye ott azok igényelhetik vissza az áfát. Jó? Hát hogyha azt nézed, hogy költségként elszámolhatja mondjuk egy vállalkozó, vagy egy cég, és visszaigényelheti az áfát, akkor ennek még kisebb része az összeg. Jó? Tehát térjünk arra, itt vannak a képzések egyébként, 25 nagy témánk van. Tehát ugye ez egy-egy téma, minden téma több hónapos. Tehát már egy hónapos témánk nincsen. Jelenleg amilyen témát val foglalkozunk, az már a negyedik hónapját csináljuk. Jó? Szemeszterek vannak, és a szemeszter után bizonyítványosztás. És ha végigcsinálta valaki, akkor kap diplomát. Jó, itt vannak a képzések. Kicsit gyorsan lapozok, remélem, nem gond. Tehát akik a Nyílt Akadémiánál nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket és eljutni a szeretett korszakba, az aranykorba. Tehát azt kellene megérteni, hogy tudás nélkül nem lehet bejutni
egy magasabb szintű társadalmi formába. Oké? Okay? Van egy célja az emberiségnek, az embereknek, nem tudom mennyire tudod, tehát azért vagyunk itt, kétféleképp módon, kétféle okból vannak itt az emberek. Vannak, akik azért vannak itt, hogy visszakerülhessenek a fenti létformába, vannak, akik az emberiségről beszélek, vannak, akik azért vannak a Földön, mert lejöttek segíteni azoknak, akik már sok-sok életet eltöltöttek, és nem tudtak felkerülni a felső, visszakerülni a felső létformába. Tehát a felső létformából jöttünk mindnyájan, és a felső létformába tartunk. Tehát mondom még egyszer, az emberiség egy része, az már réges-rég itt van a Földön, de hogy kikerülhessenek, visszakerülhessenek a fenti létformában, ezért lejöttek olyan lelkek, emberi testet öltve, akik azt vállalták, hogy hozzásegítik az itt rekedteket a visszatérésre. Csak egy baj van, hogyha azok, akik lejöttek segíteni, nem teljesítik a küldetésüket, akkor ők is itt rekednek. Ez a probléma. Oké? Okay? Jó, és akkor nézzük tovább. Tehát van egy ajánlói jutalék. A piac legmagasabb jutalékeként nyújtjuk. A szervezettei tandíjából a Hunatét ZRT visszajuttat a teljesítményettől függően 25%-tól 77,6%-ig terjedő összeget. Ez a 77,6%, ez tudom én hány évvel ezelőtt még ilyen 50% volt, tehát ez a százalék, ez nő. Jó? Hát ez nő. Akár 99% lehet. Oké? Nézzük tovább. A csoportodban, tehát a láncban lévők tandíjából pedig visszajuttad számodra a teljesítményettől függően 5%-tól 53%-ig terjedő összeget. Oké? Okay? Tehát ez messze a piac legmagasabb jutaléka. Bármilyen üzletkötői, szervezői tevékenység, vagy hálózatépítői tevékenységben messze, bármiben összehasonlítva messze a legmagasabb jutalék. Sehol sem fizetnek ennyi jutalékot. Na most. Ez viszont azt jelenti, hogy ugye vannak feltételei annak, hogy mit jelent egy jó üzlet. Összeállítottunk 15 pontban a vezetőin. 15 pontba összeállítottuk, még nem raktam be, elfelejtettem, berakhattam volna ezt a 15 pontot. A bolygón nincs még egy üzlet, amely ennek a 15 pontnak megfelelne. Csak mi. Oké? Tehát senki más. Tehát akárhány millió vállalkozás van a Földön, üzletileg, ha megnézed, Nincs egy se olyan jó üzlet, mert nem felelnek meg annak azoknak a feltételeknek. Oké? Okay? Tehát, hogy milyen egy jó üzlet. Nézzük tovább. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz következő képzés, tehát következő díjmentesre, addigra szerintem fönt lesz. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6-7 vagy akár 8 számjegyű passzív jövedelem elérésére, nyilván forintba számítva. Ugye mivel mi Magyarországon élünk, ezért ugye forintba számoljuk. Persze fizetünk mi dollárba is, meg euróba is embereknek jutalékot. Jó? Hát nyilván azoknak, akik nem Magyarországon élnek.
Nézzük tovább. A jutalékokat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod rendezvényeinkre, illetve felveheted. Nézzük a jövedelem lehetőséget. Jó? Ez egy példa. Mondjuk 24 hónap alatt 24 általat hozott fő. Az azt jelenti, hogy 1 millió 900 000 forint saját jutalékot kapsz. Oké? Okay. 24 főhoz 50 főt, így lesz mondjuk egy tanulói csoportod. Tehát akkor az azt jelenti, hogy veled együtt 75-en vagytok. Az további 700 ezer forint jutalék, összesen 2 millió 600 ezer forintot kapsz. 24 hónap alatt 96 fő általad hozott nyílt akadémia tanuló után, ez egy másik példa, ugyanarra az időszakra vonatkozó. Az 9 millió forint saját jutalékot jelent. Tehát ez úgy működik, minden tanuló, amikor tandíjat fizet, azután jutalékot kapsz. Tehát, hogyha havonta fizet, akkor havonta kapsz. Ha egy összegben fizet, mit tudom én, fél évet, akkor egy összegben fél évnyi jutalékot kapsz a tandíj után. Az előbb említett százalékokat. 96 fő, az hoz majd 500 főt. Így a tanulói csoportod után 10 millió forint csoportjutalékod lesz. Az összesen 19 millió forint jutalék. De ezt ha megnézed, ez 24 hónap alatt. Tehát két havi, vagy két éves jutalékról beszéltünk. Tehát ez két éves jutalék, ez is. Két éves jutalék, ez is. Világos ez? Tehát hogyha visszaosztod mondjuk ezt a 19 millió forintot 24-je, nyilván nem így lesz a jutalék, hanem kezdetben kevesebb, és akkor emelkedik. De akkor is az havi szint, havi átlagban az azt mondja, nem egész 1 millió forint. Hát ebből már lehet érdekelni, ez meg még csak jövedelem kiegészítés. Oké. De szerintem sok ember örülne 19 millió forintos két éves jövedelemnek, az azt jelenti, hogy 9,5 milliós éves jövedelemnek, nem? És akkor nézzünk tovább, tehát a négyszeres teljesítménynek, ha megnézed, 8-szoros jutaléka van. Nézzünk egy másik példát. Ami reális lehet a szervezők esetében. Tehát akik üzleti lehetőséget látnak abban, hogy ajánlják a tanulást másoknak. Tehát maga az az üzleti lehetőség, hogy ajánlod másoknak a tanulást. Tehát akinek valami tetszik, a szívesen ajánlja másoknak is, főleg ha van rá bevált módszere. 24 hónapos terv 30-60 órás módszeres ajánlással üzlettársként legalább 2-6 főt hozva havonta. Jó? Tehát ennyit hozol, 2-6 főt havonta. A hónap végére ketten lettetek, ez egy egyes képviselői szint, 9850 forintos jutalékkal. Második hónap végére ötten vagytok, ez 14000 forintos jutalék. Negyedik hónap végére, ugye pont értéke van minden tanulónak, illetve minden tandíjbefizetésnek, inkább úgy mondanám,
nem a tanulónak, hanem a tandíjbefizetésnek. Negyedik hónap, tizen lettetek, hármas képviselői szint, 800 pont, 18 ezer forint. Hatodik hónap végére, 20-an lettetek, 4-es menedzseri szint, 1900 pont felett, 38 ezer forint. 8. hónap végére, 40-en lettetek, 5-ös menedzseri szint, 4200 pont felett, 72 ezer jutalék. Nézzük tovább. 10. hónap végére, 80-an lettetek, 6-os menedzseri szint, 8900 pont felett, 132 ezer forint, ez havi jutalék. Tehát a havi jutalék. Tehát nincs benne a köztes hónapnak a jutaléka. Jó? Tehát az a havitról van szó. 12. hónap végére 160-an lettetek, 7-es vezetői szint, 240 ezer forintos jutalék. Hát ez még ilyen, eddig ilyen kiegészítő jutalékok voltak, ha megnézed. Jövedelem kiegészítő jutalék, hiszen a ráfordított idő is csak egy melléktevékenység. Nem fő. Nem 168 óra, annyi a munkaidő, 168 óra. Ugye az embereknek. Csak 30-60 óra. 14. hónap végére 320-an lettetek, 8-as vezetői szint, 576 ezer forint. Na, én nem tudom, már úgy alakul a dolog. 16. hónap végére 640-en lettetek, 9-es vezetői szint, 1.344 ezer a jutalék. Na, mondtam a hetediket, mármint a 7 szám egyű keresetet. 18. hónap végére 1280-an lettetek, igazgatói 10-es szint, 153.500 pont felett, és 3.072.000 forint a jutalék. Tehát ez azt jelenti, hogy ahányan vagytok, 2 hónaponta hoznak egy új embert átlagosan. Értitek? Tehát 2 havonta mindenki átlagosan egy embert. Az azt jelenti, hogy van, aki senkit, van, aki 3-at, van, aki 4-et, van, aki 5-öt, van, aki senkit, van, aki 1-et. Érted? 20. hónap végére 2560-an lettetek, 11-es igazgatói szint, 6.912.000 forintos jutalék. Menjünk tovább? Nem megyünk tovább, jó? Csak azért nem mondom, hogy egy kicsit tovább mennénk, még 2 hónapot, akkor ott már 8 számjegyű. Menjünk még, akkor nézzük. Jó? 22. hónap végére 5120-an lettetek a láncban. 12-es igazgatói szint, 15.380.000 forintos jutalék. Nem tudom, hol keresnek ennyit az emberek. És nézzük meg a 24. hónapot, ha már 2 éves program. 10.240-en lettetek, 13-as igazgatói szint, 128.000 pont felett, illetve 1.280.000 pont felett, és 33.792.000 forintos jutalék. De havi elszámolás van, hózárás a utolsó nap. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ugye 2 típusú, tehát olyan embereket keresünk, akik a következő 2 feltételnek megfelelnek. 1. A első és legfontosabb. Akarnak fejledni. Oké? 2. Érdekli őket egy üzlet. Oké? Méghozzá a világ legjobb üzlete. Hát mondom még egyszer, van 15 feltételünk, hogy mit jelent egy jó üzlet. És semmilyen más vállalkozás, semmilyen más üzlet nem felel meg annak a 15 feltételnek.
csak mi. Jó? Csak a PPA üzlet. Tehát neked lehet egy saját, szabad PPA üzleted. Ez a lényeg. Amit gondold végig, elmész szabadságra, bárhol, akár egy hónapra, a jövedelmed akkor se fog növekedni, mert nem csak te dolgozol, hanem más is dolgozik a láncba, és méghozzá nem alkalmazottként, hanem mindenki saját, saját szabad vállalkozást épít. Világos ez? No, tehát, ha úgy látod, hogy itt a helyed, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem, nincs itt a helyed, akkor örültünk, hogy megtiszteltél minket jelenléteddel. Jó, és mindenkinek további szép napot kívánok, és nagyon sok sikert, az itt tanulóknak pedig jó tanulást. Szeretlek benneteket, sziasztok!